73 éve 1943. január 12-én indult meg a Doni áttörés, a II. Világháborúnak a magyarok számára egyik legtöbb áldozatot követelő csatája. A hagyományoknak megfelelően Tatabányai önkormányzata, a 25. Klapka György, Lövész Dandár és a Honvéd Bajtársi Klub együttműködésével közös megemlékezést és koszorúzást tartottak a II. Világháborús emlékműnél. A Magyar Honvédség köztudottan az egyik olyan állami szervezet, amelyik a legnagyobb gondot fordítja a hagyományaira, hiszen a katonamesterség, a katonasság, a hazavédelme az egy folytonos feladat volt úgy a múltban, mint ahogy feladat a jelenben is. Én úgy gondolom, hogy az az a fajta emlékezés, amikor a világháborúk áldozataira emlékszünk, túl azon, hogy tiszteletbeli kötelességünk, egyben számunkra örökös tanulási lehetőség, a tanulságok megfogalmazásának a lehetősége. Ezért tartjuk mi nagyon fontosnak, hogy a múlt katonáiról, a múlt magyar honvédeiről megemlékezzünk. 55 ezer magyar katona életét követelte a Doni katasztrófa, 75 ezerre tehető a sebesültek és fogságba esettek száma. 1943 tavaszán Horthy Miklós kormányzó összesen 126 ezer fős veszteségről számolt be egy Hitlerhez intézett levelében. Tatán a szörnyű tragédiáról 20 éve minden évben megemlékeznek. Háború az egy szörnyű dolog. Ezt mindazok tudják, akik átélték, azok is tudják, akiknek bárki oda veszett a háborúba. És nekünk 70 évvel a II. Világháború után bizony most már nagyon komolyan azon kell dolgoznunk, hogy a gyerekeinkbe is bele tudjuk égetni azt, hogy a háború az egy szörnyű dolog. És minden háború otthon kezdődik, amikor két ember összeveszik. Ennek a folyamatos ébrentartása és a fejünkbe, lelkünkbe való beépítése miatt nagyon-nagyon fontos, hogy mindazokról, akik az életüket adták Magyarországért, azokról a lehető legtöbb alkalommal megemlékezzünk, rájuk gondolva erőt merítsünk a mai küzdelmeinkhez, és egymást ebben megerősítsük, leginkább abban, hogy a béke az csak a szeretetből származhat. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték az emlékmű tövében a koszorúkat, virágokat, és egy-egy gyertyát is gyújtottak a fronton elesettekért.